Üdvözlök minden kedves nézőt, Kárszár vagyok. Aki nyomon követte a Tauri irodásaimat, bizonyára tudja már, hogy készülök nektek egy 24 órás irodással. Hogy bírom ki, azt nem tudom, de remélem, hogy kibírom. Ez a videó azért készül, hogy elmondjam az egész programot, hogy is lesz ez a 24 órás irodás, mikor kezdődik, mikor végződik. Nyilván 24 órás irodásban ugyanakkor kezdődik, mint amikor végződik, csak másnap. Milyen játékok lesznek, és hogy is fog zajlani az egész. De még mielőtt belekezdenék ebbe az egészbe, van egy nagyon-nagyon fontos bejelenteni való. Tudjátok, karácsony téma meg minden, és úgy gondoltam, hogy egyet fejlesznék a csatornán. Mostanában elég gyakran csinálok vlog videót, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy a telefonnak elég jó a kamera minősége, viszont nagyon, de nagyon kényelmetlen, amikor ilyen virágvázákkal, meg dobozokkal kell megtámasztam, illetve felemeljem. Nem lehet rajta állítani szinte semmit, szóval csak az automata módra vagyok hagyatkozva, egyedül a fényerőt tudom állítani, de azt is elég kevés mértékben, szóval eléggé korlátolt. Úgy gondoltam, hogy beruházok egy kamerára végre. Mivel nem akarok nagyon sok pénzt költeni kamerára, de úgy döntöttem végül is, hogy DSLR kamerát szeretnék. Elég sok googlezés meg kérdezősködés után úgy döntöttem, hogy a Canon EOS 700D-t választom. Sokan ajánlották a 70D-t, viszont az majdnem másfélszerese az ára, és így is épp ott csak meg tudom venni, szóval ez bőven elég lesz. Na most nyilván ez nem tud 4K-t, de 1080p 30fps bőven elég, mert kameráról beszélünk, ez a videós 1080p 30fps-es csak telefonról. Kamerán sokkal jobban fog kinézni több, mint valószínű, szóval majd ezt meglátjátok. De viszont írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e róla egy unboxing, illetve kb. Bemutató videót. Tehát nem bemutató videót, mert nem értek nagyon a kamerákhoz, csak úgy nagyjából, de legalább egy unboxing videót, és hogy is van ez az egész. Na de kezdjünk bele a lényegbe, amit ti szeretnétek. Szóval ugye mondtam, hogy 24 órás irodás, és akkor el szeretném mondani, hogy is fog ez az egész menni. Ugye Taurin szerdán jön be a Mitsu Pandaria pre-patch, ezért azt választottam, hogy tulajdonképpen szerda reggel 8 órakor kezdődik az irodás, és azért szerdán, mert ugye hát ha a pre-patch van, akkor legalább lesz amit csinálni Taurin, de a játékokat mindjárt elmondom. Szóval szerda reggel 8-tól, csütörtök 8-ig. Ami elég problémás, az az internet és az áram. Ez a kettő az, amit nem tudok biztosítani, hogy egész 24 órát kitartson, ugyanis általában itt nagyon gyakori az áramszünet, meg a net is szokott hülyéskedni. Remélem, hogy most ez egyszer kibírja ezt a 24 órát a net is, meg az áram is. Hogyha igen, akkor rajtam múlik az egész, és én úgy gondolom, hogy ki fogom bírni. Nagyon sok mindennek utána néztem, hogy hogy is kell a 24 órás előadást megtartani, mármint nem tartalom szempontjából, hanem hogy készüljön fel az ember, mit tegyen, mit igyon, hogy aludjon, stb. Úgyhogy nagyon-nagyon tényleg be van nekem már táblázva az egész, ki van alakítva egy program, hát akkor beszéljünk az irodásról. Ja, mielőtt elfelejtem. Hogyha szeretnétek majd az irodás után egy ilyen összefoglaló videót, tehát hogy elmondjam a tapasztalatomat, hogy milyen is volt a 24 órás irodás, illetve abba a videóban több mint valószínűleg beleraknám azt is, hogy hogyan készültem, ugyanis még vásárolni nem mentem el, ugye kellékeket meg ilyesmeket, amik majd kellenek az adáshoz. Tehát hogyha szeretnétek majd utána egy összegző, illetve előkészületes videót, akkor nyugodtan azt is kommentbe írjátok, úgyhogy most már két dolgot is leírhattok kommentbe, lássuk. A program az úgy néz ki, hogy először egy óránát akartam összehozni, aminek az lett volna a lényege, hogy megvan, hogy melyik órában milyen játék lesz, így ti is tudjátok, hogy mi hol van. De ez nem fog menni. Az a helyzet, hogyha tegyük fel, egy LOL meccs tovább tart, mint ameddig gondoltam, tehát a 40 perc helyett mondjuk 50 percet vagy 60 percet fog tartani a LOL meccs, akkor elég nagy gáz van. Mert minden tolódik tovább, és akkor káosz az egész. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy a játékokat prioritási sorrendben helyezem, és igazából majd tőletek meg tőlem függ az, hogy mit fogunk játszani, mert ugye a legtöbb játékot közösen játszódjuk. Nyilván az első az a Volvon belül a Tauri, megnézzük a Mitsu Pandariát, a pre-patchet, mit lehet csinálni, talentekeket, stb. Kíváncsi leszek rá, hogy fog menni, illetve mennyi időt fogunk rajta eltölteni, de ez lesz a legfő prioritású játék. Ezután gondolkoztam azon, hogy WoW-on belül még kéne valamit csinálni, és a második választás az vagy az eredeti, vagy a Nostarius. Ezt majd ti fogjátok szerintem a streamen strapolon eldönteni. Eredetén most nincsen gametime-om, de hogyha nagyon szeretnétek, akkor aktiválom. Ha pedig Nostarius szavaztok, akkor elkezdünk egy level 1-es karaktert és egyet fanolunk Vanillán. Úgyhogy igen, WoW-on belül ez a két szerver, amit igazából gondoltam, és remélem, hogy ez bőven elég lesz. Majd meglátjuk. Utána jön második sorrendben a két játék is, mert nem tudtam igazából különbséget tenni. Chego, LOL. Ez a két játék olyan, hogy fele-fele arányban szeretnétek, tehát nem akartam dönteni, melyik legyen nagyobb prioritásban, úgyhogy ugyanaz a prioritásuk, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen több mint valószínűleg ez a két játék egymás után lesz, mondjuk először a Chego, utána a LOL, vagy fordítva, ezt viszont meg fogjátok szerintem szavazni. Nyilván a LOL meccseket 5 évben fogjuk tolni, azaz 9 random embert invelek majd a livestreamről, és menjünk egy 5v5-öt. Na most ezt megismételjük, mit tudom én hányszor, mindig random választom az embereket, tehát megadok egy PV-t a szobának, és az első 9 ember, aki bejön, az a szerencsés, hogy ne én válasszak, és ne legyen az, hogy Kresszer, miért nem engem inváltél. Chego pedig ugye majd menjünk egy szerverre, és akkor ott fel tud jönni bárki. Na most már elég sok online játék van a livestreamen, úgy gondoltam, hogy kell valami offline is. Minecraft. Na de komolyan. Úgy gondoltam, hogy Need for Speed-ezni is fogok az irodásban, mégpedig a The Run nevezetű játékkal, ezt már egy-kétszer végig toltam.
Miért mondom egy-kétszer, amikor egyszer játszottam ki? Most viszont szerintem egy magasabb nehézségi fokon fogom tolni, illetve majd ti is nézhetitek, hogyha lesz kedvetek. Ez még nem 100%-os, de tegyük fel, kell valami játék így az idők során, akkor a Need for Speed az egy tökéletes választás lesz, mert tökéletesen lehet streamelni. Nem olyan nagy a gépigénye. Na és ha már felhoztuk a Minecraftot, akkor el kell mondjak egy érdekes dolgot. Bár több mint valószínű nem lesz Minecraft az irodáson, mondom több mint valószínű. Mégis úgy gondolom, hogy ha nagyon-nagyon fáradt leszek, tehát egyik fel ilyen hajnali 4-kor már mindenki ki lesz fáradva, meg én is, akkor lehet, hogy elkezdek egy hardcore csak úgy viccből, hogy lássuk, hogy hány percig bírom és mikor fogok meghalni. Én nem vagyok nagy Minecraftos, szóval biztos szarrá fogjátok rögni magatokat, hogy mennyire nem tudok játszani, illetve hogy fogok meghalni. Úgyhogy lehet, hogy elkezdek majd egy hardcore-t is csak úgy fanból, de ennek nem sok az esélye, majd kiderül. És hát tulajdonképpen a játékok terén ennyi, mert nagyjából kifogytunk, tehát nem is kell szerintem több, így is van 5 darab játék, ami bőven elég. Tehát körülbelül ennyi lenne, remélem minél többen lesznek ott majd az irodáson. Én már nagyon várom, remélem, hogy ti is, the hype is real. Fogalmam sincs, hogy ki fogom-e bírni, a net ki fogja-e bírni, vagy az áram ki fogja-e bírni, de én bízok bennük. Hogyha sikerül ez az irodás, és igazából 24 órát sikeresen le fogom streamelni, akkor egy ideig elégedett lehetek, tehát nagyon sokan írtátok már a nyáron is, hogy mikor lesz 12-24 órás irodás. Na most nekem 10 órás volt eddig ugye a leghosszabb adás, és úgy gondoltam, hogy nem 2 órával fogom megbővíteni, hanem bele a mély vízbe fejessel 24 óra. Nem tudom, jó ötlet volt-e. Úgyhogy akkor találkozunk az élő adásban, mivel most már odáig nem nagyon lesz videó, hisz nálam már vasárnap van, és tulajdonképpen 3 napom. 2 napom van felkészülni, szóval abban az időszakban nem fogok videózni, mert pihennem kell, hogy ki tudjam bírni ezt a 24 órát. Viszont találkozunk az adásban, vagy hogyha valaki esetleg nem fog tudni részt venni rajta, akkor majd a következő videóban. Én Kresszer voltam, nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, egy kellemes napot, és várok mindenkit az adásban. Sziasztok!